Megtelt a Kishegyesi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ előadó terme. Főként gyerekek, de szüleik, edzőik is részt vettek, Halasi Szabolcs, sporttudományi szakember, a VMS tartományi képviselő jelöltjének előadásán. Ahhoz, hogy valaki sportoljon vagy jól teljesítsen, energiára van szüksége, és ezt táplálkozáson keresztül lehet a szervezetbe juttatni. Nem mindegy azonban, hogy milyen energiát juttatunk be, mondta a szakember. Vannak a csapatsportágok, vannak az egyéni sportágok, kezdet vannak az állóképességi sportágok, vagy éppen az erősportágok, és ez mind-mind különböző összetételű táplálékra van szükség. De ebben most annyira nem megyünk bele, hanem inkább arról fogunk beszélni, hogy mit kellene edzés előtt fogyasztani, edzés után fogyasztani, mérkőzések ideje alatt, versenyek között, hogy a teljesítményük minél magasabb szinten legyen. Azok az egyesületek, amelyek alközpontként valamelyik akadémiai rendszerben szerepet kapnak, akár a labdarúgás, akár a birkózás terén, az anyaegyesülettől folyamatos támogatást kapnak felszerelésekre és sportszerekre is, hangsúlyozta Kovács Károly, a VMS köztársasági képviselőjelöltje. A Vajdasági Magyar Szövetségnek fontos feladat az előttünk álló időszakban, hogy minden olyan sportlétesítményt, illetve különböző fejlesztéseket hajtsunk végre Vajdaság szerte, hogy létrejöjjenek új akadémiai központok, illetve új alközpontok, amelyek azt szolgálják, hogy a vajdasági magyar fiatalok itt a szülőföldön tudnak sportolni, illetve a tehetségüket itt bontakoztassák ki. A gyerekek testmozgása nagyon fontos, és ebben sokat haladtunk az elmúlt években, emelte ki Juhász Bálint, a VMS tartományi lista vezetője. Úgy fogalmazott, Pásztor István pártelnök kezdeményezésére készült el a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia. Már a 27 akadémista tanulja űzi magas fokon Magyar Kanizsán a birkózást. Emellett nagyjából 10 alközpontban körülbelül 250 gyerek rendszeresen heti több alkalommal birkózik, hangsúlyozta Juhász Bálint. Kishegyesen egyébként mintegy 10 sportágban tudnak rendszeres tesztmorgással foglalkozni a fiatalok, egy 150 aktív sportoló gyermek van. Mindez gyakorlatilag az egyik fő cél kitűzése és törekvése a Vajdasági Magyar Szövetségnek, biztosítani a fiatalok oktatását, testmozgását, jobb életminőségét, amihez hozzátartozik az egészséges táplálkozás, és van nekünk egy helybéli szakemberünk, aki mindenről előadást tart ma, aki egyébként a tartományi listáknak a előkelő helyén van, Halasi Szabolcs, aki kutatja és oktatja ezt a témakört. Ahhoz, hogy ilyen és hasonló programok folytatódjanak, hogy Pásztor István emlékére az ő életművét továbbvigyük, hogy megvédjük az eredményeinket, december 17-én 2-6-ossal tudjuk megerősíteni a Vajdasági Magyar Közösséget, a Vajdasági Magyar Szövetséget. Az interaktív előadást kötetlen beszélgetés és barátkozás követte.